A mezőhegyési ménesbirtok ZRT 2004 óta magántulajdonban volt, azonban most a kormány több mint 2 milliárd forintért vásárolta vissza. A tranzakció után összevonták a Ménes Kft-vel, és megalapították a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságot. A kormány célja ezzel, hogy létrehozza Európa legszínvonalasabb mezőgazdasági vállalkozását, Európa legszínvonalasabb állami tulajdonban lévő mezőgazdasági vállalkozását, Európa legjobb tangazdaságát, mintagazdaságát akarjuk fölépíteni, amelynek természetesen ára van, erről is majd beszélünk, hogy hogyan kell ezt megszervezni és hogyan kell ezt létrehozni. A 10.000 hektáron tevékenykedő ménes birtokon 400 főt foglalkoztatnak továbbra is, a következő években pedig a tervek szerint komoly fejlesztéseket hajtanak majd végre. Most 1 milliárdot fog még decemberben a kormány adni arra, hogy a cég életben maradjon, illetve az új cég működni tudjon, és 2,5 milliárd forintban biztosítunk fejlesztést, tehát 10 milliárdos fejlesztést fogunk elvégezni, várhatóan a teljes összeget a kormány még decemberben a cég rendelkezésére, az új cég rendelkezésére fogja bocsájtani. Ma azért jöttünk össze, hogy igazgatóságot és felügyelőbizottságot válasszunk, az igazgatóságban az eddig a cégben dolgozókat fogjuk fölkérni, és a munkavállalók is lehetőséget kapnak, hogy a felügyelőbizottságban ellenőrizzék a cég tevékenységét. Egyébként pedig olyan embereket kértem föl a felügyelőbizottságba és az igazgatóságba, akik vagy a lósport iránt elkötelezettek és Mezőhegyes iránt személyesen elkötelezettek, vagy pedig olyan mezőgazdasági üzemeket vezetnek, amelyek ma Magyarországon mintagazdaságnak számítanak, és képesek ennek a szervezetnek a tevékenységét érdemben támogatni és segíteni. A 2,5 milliárd forintból szárítót építenek, a teljes tehenészetet korszerűsítik a 21. századi mezőgazdasági elvárások szerint, illetve a földek műveléséhez megfelelő gépparkot is kialakítanak. A ménes birtok épületeinek állapotát felülvizsgálják, és ahol szükséges, felújításokat hajtanak végre.